Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Most is Péter apostol levelével foglalkozunk, mégpedig a második levél első részének, majd a soron következő verseivel. Már az első verset a múlt alkalommal, és a következő verseket olvastuk, és a 12. verstől folytatjuk, tehát felolvasom akkor ezeket az igéket. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi úrunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. De amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak Istentől küldött emberek. Péter apostol a levelében emlékezteti mindig az olvasóit az Úr Jézus Krisztusra, az ő útjára, áldozatára, győzelmére. És már ezek a testvérek nagyon sokat hallottak az Úrról, sokat tudnak. Talán már ők is el tudták mondani ezeket a történeteket, amelyek Krisztusról szólnak, akár a keresztre feszítést, akár hogy a vizen jár, a viharban, vagy bármelyik történetet. És azt mondta itt Péter, hogy szilárdak is vagytok, amit megismertetek. Szilárdak vagytok, tehát nem csak mint egy színházi műsort megnézték, meghallgatták, hanem egyé is lettek azzal az üzenettel, amit hallottak. És Péter apostol azt mondja, hogy ő helyesnek tartja, hogy amíg a földön van, hogy emlékeztetéssel ébrezgesse a testvéreket. Tehát emlékezteti őket az Úrra, az Úr személyére. És hogy itt ez az ébresztés, ha jól értelmezzük, ugye,
Ez nem a hitetlen embereknek szólt, hanem a hívőknek. Mert a hívőknek is hát, elgyengül a hite, és a hív ember is hát alább hagy a lelki dolgokkal, a szent buzgóság eltűnik, Pál is kénytelen volt írogatni a leveléből, hogy lélekben buzgók legyetek, és így tovább. Tehát mi tartozunk azzal, hogy megismertessük az igazságot, hogy az emberek megszilárduljanak abban, és hogy a hívőket ébresszük. Mert csak akkor lesz misszió, hogyha az alvó hívők felébrednek. Akkor lesz lélekmentés, akkor lesz megtérés, akkor lesz a Szentléleknek hatalmas túláradása, hogyha a hívők felébrednek. Igen, gyönyörű szépek Péternek ezek a szavai, annyi szeretetről beszél. A testvéri közösség, a gyülekezet minden tagja felé, ugye ezt olvastuk a 12. versben, hogy mindig, és én úgy gondolom, hogy itt a mindigen van a hangsúly, emlékeztetni foglak titeket. És nem azt mondja, hogy azért, mert feledékenyek vagytok, nem azt mondja, hogy azért foglak emlékeztetni titeket, mert engedetlenségbe vagytok, hanem azt mondja, hogy bár ismeritek az igazságot, és szilárdak is vagytok, de mégis szükségetek van, hogy mindig emlékeztesselek benneteket. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, a napokban gondoltam a kedves szeretteimre, legfőképpen édesanyámra, aki mindig emlékeztetett. Nem volt olyan időszak az életemnek, amikor nem mondta volna el, hogy egyetlen egy testvéred van, ketten vagytok testvérek. Az az én kérésem, hogy soha egymás mellől el ne álljatok, mert ha mi már nem leszünk, akkor is szeretetben kell, hogy éljetek, és segíteni kell az erősebbnek a gyengébbet. Nagyon sokat visszaemlékszem, hogy milyen szeretetbe emlékeztetett az édesanyám arra, hogy hogyan is lehet megőrizni a család egységét, akkor, ha már nem lesznek a szüleink, akik emlékeztessenek. Addig kell emlékeztetni a szeretteinket a Krisztus szeretetére, a jó dolgokra, amik közöttünk vannak. És Péter apostol is ebben a szeretet teljes gondolat menetben emlékezteti a gyülekezet tagjait, a testvéri közösséget, és tudja azt, hogy akkor is rászorulnak a testvérek az állandó emlékeztetésre, ha sok mindennel már tisztában vannak. Hogyha erős a hitük, és akkor is szükségük van arra, hogy újra átgondolják mindazt, ami Krisztussal kapcsolatban a próféták és az apostolok tanítása, és amit hirdettek nekik. Én mindig nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, amikor jön egy élő hitű bizonyságtevő testvér. Az engem mindig emlékeztet arra, hogy hogyan is vettem a Krisztust. Én egy nagyon élő, karizmatikus közösségben éltem a fiatalságomat, ahol az Úr megjelent, és ahol kijelentette magát, ahol leleplezte a tisztátalan lelkületet, a hamis tanításokat, ahol a betegeket meggyógyította, anélkül, hogy különösebb hókusz-pókusz történt volna, csak imádkoztunk, és az ott lévő beteg testvérek egészségesen mentek el. Csodálatos időszak volt.
És most, amikor az ember már úgy évtizedek óta Krisztus útján jár, bizony szüksége van arra, hogy valaki fölrázza, hogy emlékeztesse arra, hogy hogyan vette a Krisztust, hogy emlékeztesse az Úr hatalmas nagyságára, szeretetére. Olyan sokszor a tekintetünket a földiekre vetjük, és az tölt el bennünket a gondok, a bajok, a rengeteg probléma, a betegség, a fájdalom, szinte roskadozunk a terhek alatt. Hiszünk mi az Úr Jézus Krisztusba, hiszünk a feltámadásba, de szükséges, hogy emlékeztessenek bennünket az élő hitű bizonyságtevők arra, hogy megelevenedjünk, hogy a Krisztus hatalma ma is ugyanaz, hogy Krisztusban nincs változás, és hogy újra felemeljük a tekintetünket, az arcunkat Isten felé fordítsuk, a megváltó Jézus Krisztus felé. Nagyon komoly szolgálat az emlékeztető szolgálat. Péter apostol emlékeztette a megtért hívő tanítványokat mindarra, amit átélt, a nyomorúságokra, a saját bűneiből való szabadulására, felmutatta az élő Jézus Krisztust, sőt, emlékeztette a tanítványokat arra, hogy a testvéri közösséget, hogy Jézus minden nap velük van, hogy ő hatalmas erővel cselekszik, és az ő népével együtt van, és együtt munkálkodik. Igen, tehát ez nagyon fontos dolog, az emlékeztetés, és Péter írja, hogy nem szégyelli újra és újra elővenni azokat, amikről már hallottak is. Emlékszem, hogy egyszer a templomban az egyik ember megszólított, és azt mondta, hogy hát maga mindig ugyanazt mondja. Aztán beszéltem felépülő szenvedélybeteg tinédzserekkel is, és azok is azt mondták, hogy csak mindig ugyanarról van szó. Hát mondtam nekik, hogy én csak az Úr Jézus Krisztusról tudok beszélni, mert hát ez a lényeg, a Jézus Krisztus személye, és hogy őt megismerjük, nem az a feladatom, hogy érdekességeket, különböző sporthíreket ismertessek, meg esetleg drámai történeteket szerezzek be, hogy legyen hallgatóság. Krisztusról, mindig Krisztusról, és Pál is azt mondta, hogy nem akar egyéb másról tudni, csak a Jézus Krisztus keresztjéről. Tehát... És hogyha még szabad egy gondolatot, hogy a bizonyságtévő ember, tehát a megtért hívő embernek is feladata emlékeztetni a testvéreket, a testvéri közösséget, a gyülekezetet a Krisztus felől kapott kijelentésre. És úgy gondolom, hogy ez azért szükséges, hogy a testvéri közösség erősen álljon az Úr Jézus Krisztusba, és hogy tisztán lássa a tennivalókat, a szolgálatot, amivel Krisztus megbízta. Péter még arra is kitér, hogy ők a leveleikben, akár a személyes szolgálataikban nem kitalált meséket prédikáltak, nem érdekes dolgokkal szórakoztatták az összegyűlt embereket, nem az ők, apájuk vagy nagyanyjuktól hallott régi történetről beszélt a levél olvasóinak, vagy írt nekik, hanem amit látott. Itt előfordul ez az kifejezés, hogy amit láttunk, amit hallottunk. Tehát szemtanú
volt Péter apostol, ugyanúgy a többi apostolok is, és mennyire fontos ezt tudni, hogy amikor Krisztus haláláról, Krisztus feltámadásáról, a Krisztussal töltött 40 napról, a mennybe meneteléről van szó, hogy Péter nem úgy olvasta valamelyik érdekes régi könyvben, hanem látta. Látta a szeghelyeket, látta az ostornyomás a Krisztus hátán, a tövis koronának a nyomait, látta Jézus győzelmét, látta a betegek gyógyulását, hallotta a felkiáltó betegek örömújongását, látta, ott volt, és hogy ezek a mi hitünk a szemtanúk bizonságtételére épül. Tehát nem úgy, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ír egy levelet, és akkor arra, hát azt mondjam, hát ebben van valami igazság, érdemes egy részét elhinni, érdemes a szemtanúnak hinni. Mert ő, amit látott, azt mondta el, és a következő versben szó van arról is, hogy amit hallott. Tehát visszaemlékezik maga Péter is arra a nagyon csodálatos eseményre, amikor Jézus felvitte őket egy magas hegyre, és ez a megdicsőülésnek az alkalma ideje volt. Péter, Jakab, János mentek fel a hegyre, a csodálatos élményekben volt részük, látták az Úrnak a dicsőségét, még látomást láttak Mózesről, Illésről is, és hogy ekkor hallották a mennyből ezt a szózatot, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát Péter apostol is, a szemtanúk is a hitet Krisztus központúvá tették, vagyis a keresztény hit Krisztus központú. Aki csak általánosan, ködösen hisz abban, hogy van valami jó Isten, vagy sokszor nem is mondjuk ki, hogy jó Isten, hanem azt mondjuk, hogy a gondviselés, tehát nem is egy személy, hanem a gondviselés. Tehát mi a megfeszített és feltámadott Krisztusra irányítjuk a hitünket, és ő általa van menetelünk az Atyához, mint üdvözítő által. Személyesen élte át Péter, hallotta is, és látta is a megdicsőülés hegyén Krisztust megdicsőülve, az Isten hatalmas, dicsőséges erejét. És úgy gondolom, hogy ezért is emlékeztette a tanítványokat arra, hogy Jézus vissza fog jönni, és vissza jövetelekor éppen úgy ragyog majd isteni dicsősége, mint a hegyen, amit akkor csak hárman láttak, ugye a három tanítvány volt ott Jézussal, de amikor Jézus visszajön, minden szem meg fogja látni az ő dicsőségét. Olvassuk a Jelenések könyve első rész 7. versébe. A tanulsághoz három ember tanulságtétele elég. És hogy ugye hallották is az Úr megdicsőült szavát, ugyanis szólt a megdicsőülés hegyén, ugye a szózat, amit itt Péter idéz is,
És ez egy érthető beszéd volt, nem olyan, hogy ők azt nem értették meg, és amikor az Úr kijelenti magát, akkor megértjük az Úr akaratát, meglátjuk az ő dicsőségét, és hatalmas volt át. És úgy gondolom, hogy az Isten igéje, amit Péter hirdetett, az evangélium, az örömüzenet, az mindenki számára érthető és hallható üzenet volt. Néha olyan ködös ige hirdetéseket hallhatunk, és olyan elkent bizonyságtételeket. Néha emberek prófétának nevezik magukat, és prófétálnak, csak hogy azok nem világos beszédek. És hogy az Úr nagyon egyszerűen szólt. Nem volt ott semmi különleges dolog, ami Péter és a másik két tanítmányt Jézus fölvitte a hegyre. És ott meghallották Isten beszédét. És ha te is szeretnél mélyebbre jutni az Úrba, az ő tiszta szavát hallani, akkor nagyon szeretned kell az Isten igéjét olvasni naponta, és nem elmulasztani. És akkor az Úr majd világossá teszi, és kijelenti magát. Nem csak ennek a három tanítványnak jelentette ki magát az Úr, az ő halálával és feltámadásával, a Szentlélek eljövetelével, ugye pünköstkor eljött a Szentlélek, a Szentlélek elvezet minden igazságra, és kijelenti magát, kijelenti, hogy kicsoda az Atya, és kijelenti azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Csodálatos dolog az Atyával, a Fiúval, a Szentlélek által közösségbe lenni. És én úgy gondolom, hogy az apostolok által, a szemtanúk általi bizonyságtétel az, ami megerősíti a mi hitünket, és a proféták által az igében adott kijelentés, ugye már Ézsaiás, Mózes könyvébe olvashatunk a megváltóról, akit elküld az Úr. Csodálatos dolog, hogy az Úr kijelenti magát minden embernek, a megváltó minden emberért meghalt, és a Golgotai kereszthez, ha leborulunk, akkor megláthatjuk az ő dicsőségét, átélhetjük bűnbocsájtó kegyelmét, szabadító erejét, az ő sebeibe gyógyulás lesz testünknek, lelkünknek. Csodálatos dolog ez. Igen. És végül itt Péter apostol még a prófétai beszédről ír, azt írja, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mind sötét helyen világító lámpásra figyeltek. Tehát hát milyen prófétai beszédről van itt szó? Az ószövetségi prófétai beszéd. Nyilván, hogy ez is benne volt a Biblia, vagy az ószövetségi Biblia szinte, hát nagyon gyakran a prófétai beszédről szól. És hát az ószövetségi és újszövetség értelemben a profétálás, amiről Pál ír az 1 Korintus 12-ben, 13-ban, 14. részben, hogy az újszövetségi profétai vonal már nem abba a szolgálatába, mint például Sámmel, hogy az elveszett szamarakkal kapcsolatban ad proféciát, hogy merre keressék a szamarat, meg hasonló. És ez az újszövetségi profétai beszéd
ez nem haladhatja túl az egyszer s mindenkori kijelentést, mert a Krisztus objektív kijelentése a Golgotán és a feltámadásba végbe ment. Azhoz a kijelentéshez már nem lehet tenni. Csak az által nyerjük el az üdvösséget, tehát arra alapozva, amit Krisztus kijelentett. Ez van írva a Bibliában, hogy utoljára szólt az ő fia által, és ezzel le van zárva a kijelentés. Bár tudom, hogy vannak nagyobb egyházak is, akik másképpen értelmezik ezt a dolgot, de az újszövetségi prófétai beszéd, ahogy itt nézem, figyeljétek csak meg ezt a mondatot, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, tehát Péterik társaságában ez biztos volt. Pál apostol már arról panaszkodik, hogy megvetik a prófétálást a gyülekezetben. Péterik körében még biztos volt a prófétai beszéd. Jól teszitek, ha erre figyeltek, ugye, mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, míg felragyog a nap. Tehát egy bizonyos szerepe lehet a prófétai szolgálatnak, de nem lehet olyan szerepe a prófétálásnak, hogy ő az embereket állandóan az irányítása alatt tartsa, mert minden hív ember, aki hisz Jézus Krisztusban és olvassa a Bibliát, kap személyes üzenetet. Tehát amíg fel nem kell valakinek az életében a nap, és el nem múlik a sötétség, addig a prófétai beszéd, mint építő beszéd az emberek megújulását, többrejutását segítheti. De ha már a prófétai beszéd az Új Szövetségben valami más vonalra tér el, akkor az már nem az, amiről Péter apostol beszél, vagy Jézus Krisztus beszél. Az ige azt is mondja, hogy mindenki jelentetett, ami az életre és a kegyességre való. Tehát ami szükséges, azt Isten kijelentette az ő igéjébe, ez nem lehet hozzátenni, és ebből nem lehet elvenni, mert hogy a kijelentés csodálatos módon valósággá lett a Krisztus halálába, Golgotai áldozatába, nyilvánvalóvá lett a feltámadásába, Isten szeretete. És úgy gondolom, hogy sem a kegyességre, nagyon sokan még kitalálnak dolgokat, módokat, amit úgy gondolják, hogy szükséges az üdvösségre, az öltözetek, a fejkendők, az egyéb más törvényeskedő dolgok, de az Úr mindent kijelentett, ami az életre és a kegyességre való. Örök életünk, üdvösségünk, megváltásunk a Krisztus áldozatáért van. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával szerezte meg minden ember számára az üdvösséget, aki hisz, és aki ezt elfogadja, és Krisztus követi. Hát ezeket a gondolatokat kívántuk most átadni. Írjatok nekünk, várjuk mindenkor az Úr, áldjon meg benneteket. Isten velünk, viszontlátásra.